Sziasztok! Itt vagyok most Gödállomáson, üdvözlök mindenkit, és most egy iparvágányt fogok bejárni, ami ott fog kiágazni. Ez az Ovitnak az iparvágánya. Hát eredetileg máshova mentem volna vonalat bejárni, viszont aki hívott, hogy járjunk be egy másikat, most lemondta az utolsó pillanatban, mert mégse ért rá. Úgyhogy akkor most hirtelen ötlet volt, mert már készülöttem, hogy akkor megyek oda, úgyhogy gyorsult újra tervezés, és akkor eljöttem ide Gödre. És akkor megnézzük azt a vágányt, ott ágazik ki, csak majd át kell menni a túloldalra. Úgyhogy majd ott a peron végén, ahol már nincs kerítés. És igen, itt van egy régi, szerintem ez egy régi állomás épület lehetett, de majd ezt is közelebbről megnézem. Nézzétek, szerintem ez volt régen a felvételi épület, mert őrhelynek, meg szolgálati lakásnak túl nagy. Viszont egy tipikus állomás épület dizájnja van, tehát szerintem az a mostani az később épült, és akkor fokozták ezt le. És hát úgy látom, hogy most is üresen áll. Ott viszont mellette van egy szolgálati lakás, vagy őrház, vagy valami is, és az még lehet, hogy lakott is, mert ott van egy antenna. Ezt látja, hogy nyílászárók azok be vannak falazva, viszont van kutya. Tehát lehet, hogy mégiscsak lakott, vagy csak a másik fele lakott. Hát mindenesetre nem nézem, viszont a vágány viszont ott van. És erről jöttem, elgyalogoltam ide a pontra, ahol ugye elágazik a iparvágány a fővonaltól. Ugye itt megy tovább az Ábor Vác felé. Ez a 70-es vasútvonal. És itt van az elágazás, az iparvágány az itt kanyarodik el. És egyébként ezt az Ovit kiszolgálására használták. Itt Göd határában épült egy 400 kV-os alállomás, ahol a többek között Albert Irsáról most már két vezeték is befut Gödre. És innen megy aztán Szlovákia felé is egy vezeték, meg Budapest felé is megy 400, meg 220 kV-osok is. És ott azon az alállomáson, de majd megmutatom, hogyha odaértem közelebbről is. Hogy ott a bejövő 400 kV-osokat transformálják át magas és középfeszültségre. De majd szóval sem nézzük, mert voltam úgy tudom, az Albert Irsásokat kiépítették, akkor az egyiket bekötötték Gödre, a másikat azt tovább küldték Szlovákiába, viszont közben ugye a szlováki vezetéket is átkötötték ide Gödre, és azóta innen Gödre egy új átkötésen keresztül meg Szlovákiába a vezeték, meg Martonvásár fele is megy egy 400 kV-os. És közben jön egy kis, ha jól látom. Ez egy Stadler Kiss volt, ez az új emeletes vonatokból az egyik. Úgy tudom, hogy már 14 forgalomban van, és a legtöbb az itt jár a Váci vonalon, mert Dunakeszin van a bázisuk, és ide könnyebb kiadni. Egy hónappal ezelőtt tudom, hogy 9 volt forgalomban, és 4 járt a Ceglédi oldalon, 5 a Váci oldalon, ugye a két legforgalmasabb elővárosi vasút. És úgy tudom, hogy azóta forgalomban állt még 2, úgyhogy most már 6-5-re javult ez a arány, de még mindig a Váci oldalja vára. És bizony, igen, itt van úgymond az iparvágány vége, egy siklasztósarúval és egy vágányzárósarompóval. Funkcióit már korábbi videókban elmondtam, hogy mi mire való, ezt most nem ismételném meg. És valószínűleg itt van egy engedélykérő talán. Aha. Ja nem, VS2. Ja, igen, a VS az a vágányzárósarompót jelenti. Tehát itt lehet engedélyt kérni. Bejáratot lehetett innen kérni, hogyha kiszolgálás lenne, akkor ugye az állomásra, behaladásra itt lehet engedélyt kérni. Itt a felépítményt azt itt látjátok, 48-as sínek és TU betonalja, tehát ez egy viszonylag erősnek számító felépítmény. Ugye nyilván az Ovi telepre ilyen nehéz transformátorokat kellett vinni, és annak megfelelő pálya is készült. Na, ezt nézzétek, itt van egy kapu, csak... De hogy funkciója micsoda, azt nem tudom, mert hogy... kerítés egyébként nincsen. És egyébként itt halad tovább a vágány. És ott látszik a háttérben sárga épület,
Az régen egy szálloda volt, de most úgy tudom, hogy idős otthon lesz belőle, a szálloda csődbe ment és bezárt. Most talán üresen áll. Itt, hogyha közelebb megyek, akkor megnézem. És itt pedig mellette valahol van egy golfpálya. De már az sem működik. És egyébként úgy tudom, hogy egy lakóparkot is terveztek ide a környékre, csak ugye akkor még üzemelt a golfpálya, és akkor még nem engedték, hogy a helyére épüljön. Viszont annak még lehetett is volna értelme, mert közel van a vasútállomás, meg ugye a város is. És akkor ott látszik a háttérben a Mavir állomás, vagy hát a Ovit, vagy a Mavir igazából. Ugyanazzal foglalkozik mind a kettő, de pontosan kinek a tulajdonában van. Ugye a Mavir az a magyar villamosművek, az Ovit pedig az országos villamos energia hálózat, vagy rendszer, vagy pontosan, vagy valami hasonló neve vannak is, hát most hirtelen nem tudom, és most úgy vagyok utána nézni. De a lényeg az, hogy a majd Magyarország elektromos hálózattal foglalkoznak. És hát látjátok, az elég szép környéken van. A vágány esélye beleillik a környezetbe. Valami jön. Hát ebből a videóból ti nem sokat fogtok látni. Ez egy tehervonat, innen meg én már látom. Nem semmi lehet egyébként itt lakni, még egy szívesen lakték itt, ahol mondjuk a hátsó kertből a sinek elnézés ilyeneket látsz. Az itt lakók nem biztos, hogy mindig örülnek, amikor átcsattok egy tehervonat. Jó hosszú. Négyes szelvénykő, és itt már nyíregyenesen megy az Ovid felé a vágány, és mindjárt odaérünk az úgymond üresen álló szellemhotelhez. És itt volt a golfpálya mellettünk, ez itt végig, ez golfpálya volt, de hogy mikor zárt be, azt nem tudom, de ezek ugye épület, valószínűleg ezek a dombok is ide ilyen mesterségesek. És valószínűleg nem véletlenül épült ide a golfpálya a hotel mellé. De hát egyik se volt egy szerencsés projekt, mert de ugye mind a kettő becsődölt, vagy legalábbis bezárt. Na. És mit látjátok, kutyafuttatóként azért üzemel a terület. Egykor golfpálya volt, most kutyafuttató. És hát annak viszont tökéletes. Na, ott meg egy lovaglópálya van. Közelítünk egyébként itt a hotelhez. Szép semmi épület, és nem rég zárta be, mert azért szóval jó állapotban van. Vagy már elkezdték a felújítását. Úgy tudom, hogy valaki megvásárolta, és akkor olyan idősek otthona lesz belőle. De még nem nyitott meg, az is biztos. Majd kicsit közelebb megyek, megnézem, hogy mit lehet látni belőle. És ezt nézzétek, itt van egy tó is. Ki van írva, hogy horgászni tilos. Ki tudja, lehet még halak is vannak benne, viszont tudja, hogy ez is a szállodához tartozott, és innen már azért nagyon jól látszik, hogy hatalmas egy objektum volt, és itt pedig, ami számomra most így érthetetlen, hogy ez itt micsoda, de mintha ide építettek volna egy peront. Márpedig itt egy biztos, hogy itt személyforgalom sose volt. Ez fénykorában se, tehát ez mindig is az a vágány, az csak annak épült, hogy az Ovi telepet kiszolgálják, és egyébként ilyen szempontból még aktív is, mert ugye az Ovit azt használja még, hogyha ritkán is, ugye főleg nehéz transformátorokat visznek innen, de azt meg ugye gyakran nem kell, de azokat egyszerűbb vasúton vinni. Erre még a körvasútnál lévő Thyssenkrupp-os vágányt is igénybe veszik néha, tavaly is láttam rajta egy trafós vonatot. Tehát nem is a Thyssenkrupp használja, hanem a Thyssenkrupp területén keresztül ment el az uglói létalállomáshoz. Viszont ide valamiért megépítettek egy peront. Pedig ide a lakos van, az biztosan nem érkezett soha. És hát nézzétek, meg itt van. Hát külön van kerítve. Valószínűleg a felújítást is már elkezdték. Úgyhogy ennél jobban nem lehet megközelíteni. Már pedig ezt nem rékedíthették körbe. Na hát közben egy kicsit googlisztam az interneten, és megnéztem, hogy ezért, és találtam, a Pórus Palasznak hívták oltát, és találtam róla egy filmet, ahol
itt ezt a vasútat, bemutatják ezt a megállóhelyet, és azt igen, valóban a hotel építette ide ki. És akkor még itt valahol volt egy tábla is, a videóban látszik, de majd belinkelem a videó alá ezt a reklámfilmet, a YouTube-on fent van. Itt volt valahol kiírva, hogy Pólus Palasz állomás, és egy 424-essel jöttek ide be. És a reklámfilmben elhangzott, hogy megrendelésre külön vonattal be tudnak ide jönni. És akkoriban, tehát volt is egy külön vonat, valamikor annak is utána néztem, a MÁV Nosztalgia gőzösére jöttek ide be, az egy esküvő volt, amit itt tartottak. És itt szállt le az ifjú pár, és itt volt a násznép, akkor, tehát itt az épület előtt. És a túloldal pedig a golfpálya, sőt még golfszimulátor is volt, hogy rossz idő esetén is lehessen golfozni. Bent meg a lovagló rész is a hotelhez tartozott, de úgy látszik az még üzemel. Kevés igény volt ilyenfajta szolgáltatásokra, ezért nem volt túl sok vendég, meg nyilván az árak is ehhez mérten voltak, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a hotel, és valószínűleg ezért is zárt be. Sátjátok, itt is van egy kapu, és közben megnéztem, hogy azért volt ez így kapuval lezárva, mert annó az egész a Pólus Palaszhoz tartozott, az egész terület, és körbe is volt kerítve miatt, és tehát ezt maga a Pólus Palasz zárta be, az egész területet megvette a golfpályástól mindenestől, és azért volt a vágány is lezárva. Hát látjátok, és egyébként ott van még szemben egy Pólus Palasz reklám, tehát ott kezdődött nagyjából az egész. És aki még innen lehet tovább menni, ott van szemben az Ovit. Tehát látjátok, ez volt a golfgyakorló pálya. Valószínűleg itt volt a bejárat a szálloda felé. És innen jött az iparvágány. És a 11-es szelvénykőnél innen gyerünk tovább, és ott szemben már ott látjátok azt a sok villanypóznát, ott lesz az Ovid telep, ameddig ment. És a 15-ös szelvénynél eddig lehet bejönni az iparvágányon, ez már az Ovid területe. És itt van a kapu. És egyébként a vágány még folytatódik tovább egészen a trafóállomásig, ami egy ilyen kb. 100 méterre van még a gyártelepen belül. Majd igyekszem azt is megmutatni. De hát ennél tovább nem lehet menni. Hát itt pedig gondolom egy-két villanypózna alkatrész szigetelő, meg amit csak el lehet képzelni, innen fel van halmozva, egyébként ott mennek a vezetékek. Na, talán látjátok, itt van maga a trafóállomás, és a vágányok azok ott még hátul bejönnek egészen eddig. Ugye a szeletek is arra építették ki, hogy itt a nehéz trafókat tudják rakodni. Ugye egy 400 kV-os trafó azért nem ezért 2 kiló. Látjátok, itt van a betáp. Tehát ez összesen 4. 400 kV-os vezeték. Majd megnézem a póznákat, mert van, amelyiket rá is van írva, hogy honnan, hova megy. De innen például Zugló is kap megtáplálást, azt tudom, a 220 kV az megy Zugló fele. Na látjátok, ez például csak egy 120 kV-os vezeték, ez Vác fele megy. Göt Kassz és Göt Pomáz, és szintén 120 kV-osok. Hát akkor hova lettek a 400 kV-os vezetékek? Az lehet, hogy a túloldalt van. A másik oldalt is van ebben, igen, mert valószínűleg ez már a letranszformálás után, ami kifele jön a telepről. És azt nézzétek, na ott van egy baszom nagy transformátor, tehát az biztos, hogy 400 kV-os. Nem tudom, mennyire látszik, de az a nagy valami ott a háttérben. Na, az tudja, hogy egy 400 kV-os trafó, hatalmas. És ez is 120 kV, és ráadásul ez az, amelyik ott felénk is megy annyit a Rákospataknál, a budapesti 120 kV-os körgyűrű, ugye a Göd-Angyalföld, és az Angyalföldtől megy Zugló fele is. És itt egy kakuktojás, Göd Samsung és Göd Fót, ez már 132 kV, tehát ez megy a Samsung gyár fele az egyébként. Itt van valahol errefele az is, egy olyan kb. Kilométerre, vagy még annyi se. Hát itt van a szállodának az utca felőli nézete, hát az a baj, hogy igen, le van kerítve minden irányból, úgyhogy bemenni nem lehet. De szépen néz ki. És akkor már megérkeztem közben, bejártam akkor a vonalat, most visszajöttem az iparvágányhoz. És hát ez a kis vonalbejárás ennyi lett volna.
sikerült még ott az utcafronti résznél egy pár fotót csinálni a szállodáról. És ha minden igaz, akkor 8 perc múlva fog jönni egy vonat, azt még lehet, hogy el is érem. És akkor ez a vonalbejárás, ez itt lett volna a vége. Köszi, hogy ezt is megnéztétek. Sziasztok!